Sziasztok, itt Török Ágoston! Mostanában AliExpressről összevásárolgattam mindenféle játékot, és ezek közül szeretnék hármat bemutatni nektek. Az egyik a Pingvin 2x2-es, a másik a Mini 3x3x3-as, a harmadik neve pedig AliExpress alapján Kiyi DNA Concave 3x3 Stickerless Speed Cube Puzzle Toys for Children Boys DNA 3x3x3 Stickerless Boys Toys. Tehát ilyen könnyű neve van, na ezt is be akarom mutatni. Kezdjük ezzel a pingvinnel. Szerintem írtó cuki, és tükröződik is. Sziasztok! Mindaddig, amíg csak a fejét forgatom, addig nincsen benne semmi extra, de amint megnézzük, hogy milyen a cornerkártya, nagyon jó. Döbbenetesen jó cornerkártya van, itt még nem vágja le, ennyit le tud vágni. Bár ezt lehet, hogy csörkátnak kéne itt hívni. Hát, talán így kevésbé groteszk. Nem, így is ugyanannyira groteszk. Minden esetre ugye ez egy sima 2x2-es kocka, ehhez hasonlót már egyszer bemutattam, a pandát. A forgása is egészen kellemes, nyilván azért nem versenyzésre készítették ezeket, de nincsen vele semmi extra, és hát így néz ki bekeverve. Uíj. A kirakás során én a fejével szoktam kezdeni. Kill me. Utána orientáljuk és permutáljuk a fenekét. Lássunk egy T-permutációt rajta. Láthatjátok, hogy van egy kis akadás, de hogy alapvetően tényleg jól meg lehet forgatni. Következőnek lássuk ezt a mini kockát. Ennek az oldalai 1 cm x 1 cm x 1 cm-esek. Egy YouTube shortot egyébként már feltettem erről korábban. A 3x3-as kockámhoz képest ekkora. Teljes mértékben működőképes, viszont nagyon rossz a forgása. A lúbozás után így az oldalt magát nem nehéz elforgatni, de nem lehet fingertrikkezni egyáltalán, és nincs corner cutja. Tehát, ha mondjuk felviszem a jobb oldalt, nem tudok így a tetején forgatni, mert egyszerűen nem fog elfordulni, muszáj átfognom, és úgy befordítani azt az oldalt is. Emiatt a kirakások nagyon lassúak. Mértem egy párat, és 2 perc körül vannak a legjobb időim, amit ezzel teljesíteni tudok. A kocka súlyra is nagyon könnyű és nagyon pici, tehát tényleg vigyázni kellene, hogy elveszítsük. Egyszerűen zsebre vágtam gondolkodás nélkül, és később meglepődve találtam meg a zsebemben. Ez annyira pici, hogy észre sem veszed, amikor nálad van. Létezik egyébként a világon ennél kisebb kocka is, azt hiszem annak 6 mm-esek az oldalai, de az nem sorozatgyártott, tehát ez a legkisebb, amit meg lehet venni. Úgy igazán nem mondanám jó kockának, és nem mondanám nagyon élvezetesnek a játékot vele, de egy érdekességnek mindenképpen jó. És akkor végezetül lássuk a Kiyi DNA Concave 3x3 Stickerless Speed Cube Puzzle Toys for Children Boys DNA 3x3 Stickerless Cube Boys Toys-t. Ez, mint láthatjátok, és a nevében is benne volt egy konkáv kocka. Azért szeretem az ilyeneket, mert egy ideig konkáv kockával játszol, utána homorúnak fogod érezni a teljesen átlagos kockádat is. Láthatjátok, hogy ez ilyen rácsozott kocka, és simán át lehet látni rajta. Megmondom őszintén, nem vártam sokat ettől a kockától, mert meglehetősen olcsó volt, de a forgása ledöbbentett, hogy mennyire jó. Nyilván nem annyira, mint a legjobb kockám, de egy abszolút korrekt kockának mondanám, és ez a rács, ez így furcsa érzetet ad az ujjaimnak, tehát meglepően kellemes játszani vele. Ami a corner cutot illeti, a 45 fok azért nem megy neki, de olyan 35 fok körül simán bevág, és ami egy érdekesség, hogy bár nem is lúboztam be egyáltalán ezt a kockát, de ilyen nagyon sejmes hangján is talán hallani lehet ezt a sejmes csúszást, tehát hogy emiatt is van egy nagyon kellemes érzete ennek a játéknak. Végezetül azért nézzünk meg egy kirakást is a kockán. Oh,
Vannak azért akadások vele, de alapvetően tényleg egy nagyon élvezhető játéknak gondolom. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, minden jót kívánok! Patterns form then disappear. Cube and joy so crystal clear. Solving steps bring us near. DNA cube, let's give a cheer.